Sziasztok, itt újra ezt után. Újra viccek ezt után a videó. És ez a hatodik. Itt most már nem fogok eszközöket használni. Többé inkább számokat fogok használni. Hát újabb 20 vicc és egy kokkop vicc. Lássunk hozzá. Ez is. Nem tudom, ki emlékszik Mike Minkinszel, akit kinevettem. Ha valaki a miértjét akarná tudni, hát most megmondom. Miért vicces Mike Minkins a Phoenix Wright végjátszásból? Mert egy körtefejű zsaru. Mert olyan feje, mint a körtének. Aki nem viszi, az nézze meg a Phoenix Wright Ace Attorney 5. epizódját, amiben látható az a körtefejű zsaru. Mivel keni be magát a bót, mikor viccet mond? Nevet géllel. Mit mond a séf a csíkének vacsora előtt angol nyelven? Knife to meet ya! Aki nem tudná, ez viccesebb változata a nice to meet ya-nak. Ami azt jelenti, hogy örülök, hogy látlak. Azért nem mondtam magyarul, mert ott nincs értelme, hogy örülök, hogy késsel látlak. Ha iszappakolással mész ki az utcára, mit mondod erre egy kölyök? Oda nézzetek, ott egy néger! Most jön egy morickás vicc. Morickától megkérdezik, mikor születtél? 2021. február 29-én! Egy tele rumléval való kocsmát hogy neveznek? Kocsmánynak! Hogy írnák Albert Einstein testvérét? Frankenstein! Egy kölyök ki akar venni egy babát, de aztán végül elpocsékolja a pénzét. Tudjátok, hogy miért? Mert amikor előveszi a babát, csak a fejét veszi ki onnan. Morickától felteszik azt a kérdést, mikor jössz vissza? Tegnap délután. Morická fejteszi egy hülyeskedő osztálytársától, hogy mennyi az ötös lottó főnyereménye. A hülyeskedő osztálytársának válaszol. 999.999.999 forint. Aztán Morická felteszi a hülyeskedőtől ugyanúgy, hogy mennyi a hatos lottó főnyereménye. A hülyeskedő válasza. Az előző főnyeremény már elvitték, így most már a főnyeremény 1 forint. Hogy lehetne Morickával ejtetni, hogy halhatatlan? Azt mondja, hogy a 18. században született. Morická felteszi a hülyeskedő osztálytársától, hogy mikor lesz a Sziget Fesztivál. Hülyeskedő válasza? Június 31-ét! Morická felteszi testvérétől azt a kérdést, hogy mikor lesz a Kobra 11. Testvérek válasza? 18 óra 60 perckor! Morickától felteszik a kérdés, hogy milyen jegyben született. A hal jegyében.
A pólónyomtatótól felteszik azt a kérdést, hogy most a pólónyomtatótól teszi fel azt a kérdést, hogy milyen méretű pólót szeretné. XM-es pólót! Hogy lehet megismerni egy kezdő tanárt? Úgy, hogy nem tud mondani semmit. Mit jelent a Jolly Joker? Viccmondó bohóc! Mojckáta teszik fel azt a kérdés, hogy mi az a gong? Kínai csengő hang! Most próbálkozunk egy Tohu projektes viccel. A szereplők itt Sakuya Izayoi, Hogue Meeling és Remilia Scarlett. A vámpír lány. Sakuya imádja a pezsgőjét. De a főnöke Remilia Scarlett, a vámpír lány véletlenül eltöri. És ettől Sakuya rendkívül dühös tudám lenni, hogy olyan dühös, hogy megszurkál bárki késsel. Éppen ezért Remilia úgy döntött, megkéri Hogue Meelinget, hogy vegyen egy ugyanolyan pezsgőt, mint amilyen Sakuyának volt. Hogue Meeling el is megy az üzletbe venni egy ugyanolyan méretűt. Sajnálatos módon neki nincsen pénze rá, hogy megvegye azt az ugyanolyan méretet. De később mégis vett egy ahhoz hasonlót. És így aztán közli a vámpír lánnyal. Ja, és miközben megveszi Hogue Meeling azt a pezsgőt. Remilia kéri Sakuyát, hogy takarítsa ki a kertet. Itt is egyközben Remilia örködik, hogy nehogy valaki Sakuyához bemenjen. Vagy Sakuya szobájába. Hogue Meeling már közli, hogy megvette azt a pezsgőt. De Sakuya mégis dühös lesz később. Tudjátok, hogy miért? Mert mivel Hogue Meelingnek nem volt elég pénze, hogy vegyen egy ugyanolyan pezsgőt, hát vett egy olcsóbbat. Hát is Sakuya dühös lesz, mert kisméretű pezsgő van az asztalán. Jó, fejezzük be ezt egy kokkó vicce. Kokkó, ki az? Pók. Jó van, srácok, ha tetszett, iratkozzatok be a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot. Tehát ez volt a 20 vicc és kokkó vicc. Sziasztok!